Köszöntelek benneteket a Fémek arcai című kiállítás bemutatóján. Bizonyára mindjárt érdekel, mi az a fém? A fémek olyan anyagok csoportját képezik, amelyek a legtöbb esetben magas hő hatására jól megmunkálhatók és csiszolás után fényesek. Többek között jól vezetik a hőt és az áramot, nem utolsó sorban pedig újrahasznosíthatók. Az ókorban főleg a formálhatóságuk miatt terjedtek el. Honnan szerezzük a fémeket? A fémek mindenhol jelen vannak. A vérünket a vas festi vörösre, és a könnyeiket és a szervezetben lévő könnyű fémek teszik sóssá. A bolygónk alkotó elemei a fémek. Éppen ezért a fémeket a föld alatt bányásszák ércekből, majd ezekből nyerik hevítéssel. Az arany kivételével, amit kis mennyiségekben még mindig a folyókból is szereznek úgynevezett mosással. Hogy fedeztük fel a fémeket? Nem ismerjük a helyét és a pontos idejét annak a felfedezésnek, amely átvitte az emberiséget a kőkorszakból a fémek korába. De nagy valószínűséggel a Közel-Keleten, a mai Szíria, Törökország, Izrael vagy Irak, esetleg Egyiptom területén került erre először sor. De lehetséges, hogy a világ több pontján egymástól függetlenül elkezdték alkalmazni az egyes fémeket. Bizonyára mindenki érdekel, hogy munkáljuk meg a fémeket. A hőmérőből jól ismert higanyon kívül a fémek többsége szilárd halmazállapotú, vagyis kemény. Ahhoz, hogy hajlékonnyá vagy folyékonnyá váljanak, magas hőmérsékletre van szükség. Ezt hevítéssel, kohókban, vagyis olvasztó kemencékben érik el. Mit készítünk fémekből? Az ókori egyiptomi fáraó tűrétől, a középkori kardokon túl, a telefonok belsején át, egészen az űrhajókig, rengeteg fémtárgyat készített az emberiség. És ti, milyen fémtárgyakat használtok? Szerusztok gyerekek! Sziasztok! Na, hogy tetszett a régészetben? Remélem, jól éreztétek magatokat, és nagyon sok érdekeset tanultatok és láttatok. Ígérem, hogy én is legalább ennyi érdekeset mutatok majd nektek, ugyanis visszamegyünk majd a múltba. Igaz, nem annyira messzire, mint az imént voltatok, úgy 100-150 évvel ezelőtt, na azt szeretném megmutatni, hogy akkor hogyan éltek az emberek falun, vidéken. Témánk továbbra is a fém lesz, a fém és vas tárgyak. Mint tudjátok, vidéken, falun az emberek általában földműveléssel foglalkoznak, és szükségük van szerszámokra. Na, ki az, aki meg tudná mondani, hogy honnan szerzik a szerszámokat? Ki gyártja számukra, vagy ki készíti számukra a szerszámokat? Igen, igen, hallom. Valakinek hallom már a hangját, így van, a kovács készíti. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt a szomszédságban van egy kovács műhely is. Én most elküldelek benneteket oda, nézzetek körül, nézzétek meg, hogy is nézett ki az valamikor. Én addig sütök egy kis kalácsot. Na, sziasztok addig is! Üdvözöllek titeket a kovács műhelyben! Kovács műhely berendezésének legfontosabb eleme a fújtatóval felszerelt kovács tűzhely. A kovács a szén vagy kokszüzelésű kovács tűzhelyen melegíti fel az alakítandó darabokat. A kovács tűzhelyek kezeléséhez szükséges szerszámok a szénlapát, a piszkavas és a salakszúró, valamint a tűzocsoló. A kovácsolás kézi szerszámait a kovács általában maga készítette. Így minden kovácsmesternek a saját műhelyére, erejére és segédeire jellemző méretű és alakú szerszámai vannak. Különösen érvényes ez a megállapítás a tűzifogókra.
A kovács műhelyekben használatos üllők acélból készülnek, tömegük 120 kg körül szokott lenni, de természetesen használnak ettől jóval kisebb és nagyobb tömegű üllőket is. A kalapácsok a kovács legfontosabb szerszámai. Alakjuk, nagyságuk rendkívül változatos. A kovács a kalapáccsal végezhető kovács munkákon kívüli műveletekhez speciális szerszámokat is használ. A tűzi satút és a satúba befogható alakos szorító betéteket például egyes hajlítási vagy csavarási műveletek elvégzésénél alkalmazzák. Egyéb szorító még a kézi satú. A lyukasztólapot a nagyobb munkadarabok lyukasztásakor vagy csapok kialakításakor használják. Az egyéb szerszámok közé tartoznak az alakos darabok, illetve darab részek kialakításához szükséges alakverőkalapácsok és a különböző formájú üllőbetétek. A kettőt együtt odornak hívták. A kovácsolt anyag lehűtéséhez elengedhetetlen a víz, így minden kovácsműhelyben van egy fából vagy fémből készült vízzel teli tartály. Munkaasztal, fogantyúk és akasztók. Újabban a kovácsok gyakran veszik igénybe a gépi kalapácsot is. A kézi kovácsolás során végzett legfontosabb kovácsműveletek a nyújtás, szélesítés, hegyezés, duzzasztás vagy zömítés, alakképzés, vállazás, áttolás, hajlítás, csavarás, erezés, kötés. Régebben minden településen volt egy kovács, a nagyobbak pedig kettőt vagy hármat is eltartottak. A kovács munkája elengedhetetlen volt, hiszen ő tartotta rendben, ő javította a mezőgazdasági eszközöket, műhelyében készült a szekerek vasmunkája, és a lovakat is ő patkolta. A kovács szakmából fejlődött ki a középkorban a lakatos, majd az újkorban a bádogos szakma. Remélem, e pár percben sok érdekeset megtudtatok erről az igazán szép és gazdag tudást igénylő szakmáról. De most már siessetek, Erzsike néni finom kaláccsal vár vissza benneteket. Ám már vissza is jöttetek, na nézzétek csak milyen finom kalácsot sütöttem addig, gondolom meglestétek a kovács műhelyt, hogy hogy néz ki. Leteszem ezt a kalácsot, és már is megyünk tovább. Itt is rengeteg fémtárgyat találhattok majd, arra kérlek benneteket, hogy keressétek meg. Na gyerekek, észrevette valaki valamilyen fémtárgyat, találtatok? Hadd halljam, hangosan, még kiáltsatok, így van, ezek azok a vasalók, amiket ti nagyon jól fölismertetek, és igazatok van, fémből van, vasból van. Az a leghátsó mindenképpen vasból van, az a legöregebb, a legrégibb vasaló, azt tudjuk, hogy mire használták ezt a tárgyat valamikor, elődeink vasalásra, kisimítani a ruhákat, az öltözékeket, így van, meg hát nem csak az öltözéket. Ez sárga részből van, ez a vasaló. Ez a két legfelső pedig, ha hiszitek, ha nem, ez a két legmodernebbnek számító vasaló. Tudjátok-e, hogy hogyan működött?
fel kellett emelni a tetejét, így van, és parazsat tettek bele, nagyszerű, nagyon jól tudjátok, ilyet már biztosan láttatok. Itt a következő vitrinnél ugyan csupa-csupa fa tárgyat látunk, nézzétek meg jól, vajon lát-e itt valaki, felfedeze valaki valamilyen fém tárgyat, én már látom. Itt van ez a kis mozsár, így van, tudja valaki, hogy mire használták a mozsarat? Nagyszerű a mozsarat, a fűszereknek a törésére, darabolására, őrlésére használták, így van, és ehhez némely esetben fémtárgyat használtak, tehát az a törő fémből készült. Csodálatos kézzel festett kelengyés ládákat is látunk, amelyeket néha nem ártott kulcsra zárni. Most ezeket a zárakat és a fogantyúkat is a lakatos mester készítette. Nem a kovács, a lakatos mester. A következő tárgy, amiben fémet fedezhetünk föl, az ez a kávédaráló. Ez ugyan már gyárilag előállított kávédaráló, láthatjuk, hogy a felső része készült fémből, és valamikor régen azt valóban a kovácsmester készítette, vagy inkább a lakatosmester készítette ezt a részét, ezt pedig az asztalos, mert hogy fából van, de ez már gyárilag előállított vagy készített kávédaráló. Amint látjátok, gazdagon díszített ünnepi viseletet öltöttem magamra, és ha hiszitek, ha nem, a falusi, a vidéki, szegényebb réteg is, a fiatalasszonyok, de az idősebbek is nagyon szerették a szépet, és szerettek parádézni, és nagyon sok szép holmit öltöttek magukra. Na most az én ruhámon is, mivel a fém továbbra is a témánk, az én ruhámon is láttok valahol fémet. Fölismeritek-e, hogy hol? Így van, nagyon helyes, valaki itt bekiabálta, hogy a gombok, igen, a gombsorok. Ebben a vitrínben, itt ezen a kabáton is tudok nektek mutatni, ezek úgynevezett filigránozott gombok, díszgombok. De lát-e valaki még valahol ebben a vitrínben valami fémtárgyat? Ha hiszitek, ha nem, a gombokon kívül én még tudok nektek olyan tárgyat mutatni itt a vitrínben, ami fémből készült, mégpedig ezek a gyönyörű hímzések itt a főkötőkön, mert hogy ezek fémszálból készültek. Ezüstözött és aranyozott fémszálból, természetesen nem igazi aranyról és ezüstről beszélünk. A vidéki házakban sajnos valódi ezüsttárgyal, aranytárgyal nem nagyon találkoztak, de ti találkozhattok, hogyha elmentek és ellátogattok a városi polgárok közé, úgyhogy én el is köszönök tőletek. Sziasztok! Itt van, megint mindig elfelejtek valamit. És simán meg is érkeztetek. Ilyen rövid ideig voltatok falun. Hát, ha már itt vagytok, foglaljatok helyet. Vár rám az illető, de viselkedjetek szépen. Itt nagyon szigorú viselkedési normák uralkodnak. Kényelmesen ültök, ennek örülök. És meséljetek, hogy tetszett a falus élet? Nem volt olyan fényes, mint amilyenk, ugye? Itt lapátokkal és kaszákkal nem találkoztok. Van azonban teljes fémből készült fűtőkályhánk, és számos luxustárgyunk, elég csak rám nézni. Arany gyűrűk, drága kiegészítők. Na jó, nem minden arany, ami fénylik, sem ezüst. A mai emberek nagyon gyakorlatiasak, a tudomány rohamosan fejlődik, így aztán mindenféle utánzatot kitalálnak. Nézzétek ezt a teáskészletet, ezüstnek tűnik, ugye? Pedig nem az. Nemrég Németországban két vegyész rájött, hogyan kell nikkelből, cinkből és részből ezüst utánzatot gyártani. Alpakának hívják, és most nagyon közkedvelt, hangszereket, dísztárgyakat, tálalóeszközöket készítenek belőle. Mi azonban nem visszük túlzásba a használatát. A cukortartónk és a tálalóeszközünk továbbra is ezüstből van, megengedhetjük magunknak. A páncélszekrényünkben számos arany és ezüstérmet található. Ezért is tud megvásárolni ezt a drága bútort. Nézzétek meg közelebbről, sárga rész és gyöngyház inkrusztációval díszített. És mi az a sárga rész? Cinknek és réznek az ötvözete. A polgári lakásbelsőkben
Talán ez a leggyakrabban használt fém. Fogantyúk, karnissok, gyertyatartók készülnek belőle. Vagy például az a csillár is itt fölöttem. És lássatok oda, ha jól megnézitek, észreveszitek, hogy gyertyák vannak ott áramhelyen. De ez csak úgy mellesleg. És ki készíti számunkra ezeket a tárgyakat? Míg a falon, főleg kovács dolgozik fémmel, itt a városban ékszerészek, órások, aranyművesek, ötvösök, bádogosok tevékenykednek. Azok alapján, amit elmondtam, életünk ideálisnak tűnik. Csupa luxus, ragyogás, kényelem, és igazatuk van. Nem cserélnék senkivel. Bár az itten életnek is vannak árnyoldalai. Rendkívül kell vigyáznunk például a zöld színű tapétákra, vagy a kávéra és az italokra. Sohasem tudhatjuk, kinek a kezében válik az arzéngyilkos fegyverré. Már ennyi óra, gyerekek, mennem kell. Sokat kések. De ha ez a téma érdekel benneteket, szeretettel várunk ide-vissza hozzánk. A filmről egészen augusztusig fogunk beszélgetni. Várunk sok szeretettel.